Na sziasztok emberek, én Red vagyok, és üdvözlök mindenkit az SDK tutorial második részében. Ebben a részben megismerkedünk majd magával a négy ablakkal, ennek igazából az irányításaival, és két fontosabb eszközzel, amiből az egyik az a block tool lesz. Szóval kezdjük is el. A hammeren belül ugye amit látunk az a négy ablak. Ezek az ablakok szolgálnak a map készítésére. Ezeken belül tudjuk megtervezni magát a pályát, hogy hogyan is fog kinézni. A bal felső ablak szolgál a felülnézetre. Kicsit úgy lehet ezt elképzelni, mint hogyha kettőt játszanánk kétdimenziós nézetbe. A jobb alsó ablak az oldalsó nézetre. Ez olyan, mint egy akármilyen kétdimenziós platformjáték. A bal alsó ablak a frontális vagy szemből nézet, ez eléggé magától értetődő, úgyhogy ezt nem is kell magyarázni. A bal felső ablak a többitől kicsit eltérően, ez adja nekünk a 3D-s nézetet magáról a mappunkról, hogy körülbelül hogyan is fog kinézni az játékban. Ezt a bal felső ablakot érdemes átállítani texture-re, mivel ez fogja nekünk megmutatni a textúrázott testeket. Majd ezt későbbiekben megértitek. Igazából nem egy nagy bonyodalom ez az egész. Hammeron belüli irányítások sem bonyolultak, ami kell hozzá az nem más, mint a VASD, nyilak és az egér. A bal felső ablakon kívül minden ablakot a nyilakkal és a görgővel irányíthatunk, a bal felső ablakot pedig a Z betű megnyomása után VASD-vel és egérrel tudjuk irányítani, csak úgy, mint hogyha noclip-el mennénk a játékba. Bal oldalon láthatjátok a kisebb ikonokkal teli toolbart. Jelen esetben most mi meg fogunk ismerkedni a block tool-lal, ami ez a kis picike kis szürke kocka. Ezzel a tool-lal lehet magának a pályának az alap struktúráját megalkotni. Ha a játékban is megálltok, szétnéztek, akkor a legtöbb helyen block tool-okat láthattok. Úgyhogy ez tényleg egy alap dolog ebben a játékban. A másik fontos tool, amit itt láthattok, az ez a kis nyíl. Mint akármelyik más programban is, itt is van nyíl, ezzel tudunk kijelölni dolgokat, akár mozgathatni, vagy idézőjelben nézgelődni tudunk ugye a háromdimenziós nézetben. Úgyhogy most ez a két tool, amit megismertünk. A többi toolra is ki fogok térni, csak igazából nem szeretném, hogy akármit is félreértsetek, és az elvegye a pálya készítéstől a kedvetek, úgyhogy minden csak idővel. Amit most megmutattam nektek, ebből már úgy láthatjátok, hogy nem egy nagy bonyolult dolog ez a pálya készítés. Úgyhogy, hogyha érdekelne még mindig titeket ez a dolog, én azt javaslom, hogy játszatok minél többet a játékkal, ugyanis sok ötletet lehet meríteni azzal, hogyha játszotok. És ötlet nélkül igazából nem érdemes pályát készíteni, mivel abból csak rossz dolog tud kisülni. Úgyhogy nagyon remélem tetszett ez a videó, és azt is remélem, hogy kedvet kaptok a pályakészítéshez. Ha valami kérdés lenne, akkor tudjátok a dolgokat, komment, Facebook vagy esetleg Steamen, hogyha írtok a profilomra, annak örülök. Segítek, hogyha tudok. És tehát tényleg kérdezzetek nyugodtan, bátran, várom a kérdéseket, legközelebbi alkalommal találkozunk, sziasztok!